következő 20 másodpercben kérem, hogy a birkákat tessék nézni. Gyerekig alapból, gyerekig elnézést! A csókodra lészünk gyárt én. Aztán a voltát kicsit a közelben. Ne hagyd, hogy szeretőt, ha lárvá fedjen. Mennyi a két éve, ahol következik. Sosem más után azt jelenti, hogy még birkában is lehet jól elmondani. Tehát a... És az zőkedjükén vettem fel ezt a polót, mert hogy velük jártunk, Sáros patakon voltunk diáknapokon, ahol négy megyéből volt, 1500-2000-ben. Vele Szentesen voltunk egy iskola szervezésében, háromnapos fesztiválon. Most meg egy maradt, vagy kettő, a Gyulai, ahol most nyár elején, vagy tavasz végén, Pécs, Tatabányon, Miskolc, mindegyik, valamiből jöttek össze, 300 gyerek jött össze. Megdöntött minden, és ez számomra azt jelenti, hogy a tehetséggondozásnak nagyon nagy baj van, mert majd Norbinek már fogok mondani egy kicsit, hogy miért kell ez is. Miért kell ez is? Jó. Lépek tovább, következik Szilágyi Andrea. Képek is olyan találtak, hogy vannak, együtt vannak ők. Ez Kalotaszegen van, Szucsákon, ahogy csak lesz, megölték, utána decemberben, októberben vagyunk, a taxisták idején vagyunk ott. És itt van az Andrea, itt a Norbert, és a tekinteteket nézünk meg azt, hogy én erre azt mondom, hogy a kritikus gondolkozás nézem, de közben elhozom, hogy látom. Itt meg a nagy kíváncsiságot nézni. Ezt látom, lehet, hogy csak benne a vidázom. Na, Szilágyi Andrea, őről azt mondta, hogy Juhászki Patkos Edit, a tanárnő, amikor 8. után látta a népsort, jön az osztályodba, na akkor nem lesz gondod a közösségi munkában. Van ilyesmit mondott, és hát ennek is szányal. És egy kicsit hadd térjem el vissza, itt a több előadásról ez a külön homogén csoportok, vagy vegyes csoportok, vagy nem tudom, hogy még annál is emlékszem, jó, emlékszem, hogy te egy budapesti gimnáziumban akartál volna menni, és oda nem jutottál be. És hogy... Nem is jöttem, inkább a szüleim akartam. Hogy egy... Nem a pesti gimnáziumban vagyok, mert nyilván keményen dolgoznak, stb. Csak maga. Azt teszem, hogyha teszem azt, hogy ez nem olyan egyszerű. Meg megyéből kiveszem a 20 legoszkosabb gyereket, és beteszem egy versenyszituációba, teljesítményközponti munkába, akkor a 20-ból lesz egy 20. És akkor azt fogja érezni végig, hogy mindenki okosabb nála, és lehet, hogy megy a 20. legoszkosabb gyereke, elhallgat, visszahúzódik, befelé fordul. Ha pedig ott van egy átlagos osztályban, akkor meg szállja, és ő lesz az osztályfőnök az osztályomban. Szeretettel köszönöm mindenkit. Az egyik poénomat leütted, mert pont azt akartam mondani, hogy azóta nem láttam Norbit, mióta együtt voltunk birkák. Szerintem nagyjából ez volt az a jelenet, amikor utoljára találkoztam Norbival. De még egy valami eszembe jutott. Lehetséges ez igazgató, hogy nekünk ebben a teremben volt a kis alakuló gyűlésünk? Az volt az első és az utolsó kis gyűlés, amit részt vettem, mert rá két hétre megszűnt. Tehát 87-ben kerültem ide, és egy darab alakuló kis gyűlésre jöttünk el, és utána néhány héten belül már nem is volt létjogosultsága, de hát nekem olyan kommunista múltam van, amire gondolom Patkó Zsedén is emlékezett, hogy munkörötenes titkár volt a Mártános iskolában, úgyhogy... Na hát ebből lettem, ami lettem. Én a sport téma
körét kaptam, nem is véletlenül Aftalánútól, hogy ebben az aspektusban próbáljak beszélni a tehetségről, és ennek az az oka, hogy bár én kommunikáció szakterületre keveredtem, hogy nem, nem egy ilyen introvertált szakember lett belőlem, és a kommunikáción belül pedig kb. 10 évvel ezelőtt a sport irányába, azon belül a sport irányába mozdultam el. Tulajdonképpen mindig is kötöttem a sporthoz, világéletemben sportoltam, tehát ez nem esett nagyon nehezemre. És dolgoztam nagy multicégnél, mint szponzorációs vezető, tulajdonképpen mint a sportszponzoráció volt az, amivel nagyon, amiben beleástam magam. Aztán dolgoztam a sport oldalon, a versenysport oldalán, a Gyűri Audiatóban, a Gyűrűlapra csapatnál, mint kommunikációs szakember, most pedig a Magyar Diáksport Szövetségnél dolgozom, tehát most igazából diáksporttal foglalkozunk, hogyha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy mivel, akkor talán azzal próbáljuk rávenni a gyerekeket, hogy minél többen mozogjanak, sportoljanak, váljon az életük részévé ez a dolog, annak minden mentális és biológiai előnyével együtt. Úgyhogy ez az a háttér, ami miatt Aksztarcsi engem a sport tehetség témakörében, ezért pár gondolatot mondjak el, és még mielőtt én így elindulnék, annyiféleképpen beszéltünk itt a tehetségről, mindenki ugye a más, a saját szemszögéből, hogy ha csak a sportra gondolunk, én azt szeretném megkérdezni tőletek, ha tegeződhetünk, hogy szerintetek ki a tehetséges egy-egy sportágban, mit jelent a tehetség egy-egy sportágban? Most én itt kiválasztottam három tehetséges sportolót, akit szerintem mindannyian ismertek, bocsánat, a kisfiam Messi szurkoló, úgyhogy nem volt esélyem Cristiano Ronaldót kitenni, de mondjuk például egy úszót nézünk, hogy mitől tehetséges egy úszó? Tehát átlag ember szerint miért mondják valakire, hogy egy tehetséges úszó? Mi határozta azt meg? Szokták mondani azt, például, hogy az Egerszegi Krisztinát azt úgy fedezték fel, hogy a falsúlya és a vízfekvése olyan volt neki, hogy amikor az első edzője meglátta, hogy siklani a vízen, akkor lélek szakadva rohant akkori nevekben, nagyon rossz vagyok meg számokban, és egymásnak adták a kilincset az edző, hogy úristen, hát ez egy isteni áldás, ami a kislányban van, mert egyszerűen mint egy fadarab, föltették a vízen, és ott maradt. Hát ezt még utána nyilván elég sok munkát kellett belefektetni, de ő neki például ez. De miben áll mondjuk egy labdasportban valakinek a tehetsége? Mitől? Laki Erzsit kérdezem, mert biztos sok tehetséget látott a testnevelés során. Tehát egy kosárlabdás, egy kézilabdásnál hogyan látok meg, hogy van-e benne tehetség? Hát az alkata, a kitartás, a szorgalma, szülőtől hozott, szülőtől örökölt, lélek szerepe, sokat számít, milyen akarat elő, milyen az edzője, nagyon fontos. Hát minden, amit Márka is sorolt, önbizalom, kitartás, képessége. Ha nagyon komplexen fogalmaztad ezt meg, mert igazából, hogyha a legszűkebb értelemben veszük azt az adottságát, hogy hogy nyúl egy labdához, tehát ha most odadobom neked, van olyan edző, aki például egy labdasportban úgy veszi észre, vagy próbálja meg kideríteni valakinek a tehetségét, hogy váratlanul odadörgje neki a labdát, és hogyha az illető így csinál, akkor az abban ebben soha semmi, hogyha ösztönösen elkapja, nem ugrik el előre, azt hívják labdaérzéknek. Nagy valószínűség szerint az itt látható labdasportban kiváló sztároknak is valószínű, meg még mondják azt is, hogy lát a pályán. Na, majd erre még egy kicsit később visszatérünk. Na hát az én előadásomat négy ember inspirálta.
nem tudom, mennyire látszanak a felismerhetőek a személyek. Fönt a Csajci a labdával, ő a Görbi Zarita, őt szerintem mindannyian felismeritek. Ez a szemüveges, köpcös, idősödő úriember, őt nem tudom, hogy hányan ismerik fel, őt úgy hívják Gróth Kálmán. Ő a Győri Női Kézilabda utánpótlás igazgatója, aki 30 éve dolgozik a Női Kézilabdában, és gyakorlatilag, akit ma így a kézilabdában a neveket, ha fel tudok sorolni, Görbic Anita, Bálint Erkata, Kovacsics Anikó, és így tovább, és így tovább, vagy ő fedezte fel, vagy volt a keze alatt. Tehát ő egy tipikusan olyan szakember, akinek ehhez érzéke van. Említettél egy professzort az elején, akit megkérdezték, hogy ki a tehetség, és akkor azt mondja, hogy hát az látszik. Hát szerintem a Rúd Kálmán az, aki nem tudja elmagyarázni, hogy ki a tehetség, de ha meglátja a pályán, akkor megmondja, hogy ő, meg ő, meg ő. Baloldalon vékony fiatal ember, a Balogh Gábor, akit azért emeltem ki, nem csak azért, mert egyébként a főnököm és a Diáksport Szövetség elnöke. Azért is, mert Gábor 9-szeres világbajnok öttusában. Azt gondolom, hogy aki 9-szer képes világbajnoki címig eljutni, abba a tehetségen kívül valami olyan más dolognak is benne kell lenni, ami alapján én érdemesnek tartottam, hogy én beszélgessek vele erről, és néhány némi inspirációt szeretem. És aki alul látható, hogy szerintem mindannyian ismeritek, ő pedig a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya közillatra válogatottnak a kemény vénus, aki egy-két magas gondolatot mondott nekem erről a tehetség dologról. Tehát megkérdeztem az Anitát is, hogy szerintem mi a tehetség, és olyan görbicanitással megválaszolta. Szerintem az, amit nem lehet megtanítani. Tehát, hogyha ő kimegy a pályára, elkezd meccset játszani, és látja, hogy valaki ott elindul, és ő pontosan tudja, hogy hova kell adni a labdát, azt nem lehet megtanítani. Azt látni kell, érezni kell, hogy a pályán ki hova fog akkor érkezni, amikor az a labda oda megérkezik. Ennyi. Tehát, hogyha ő neki veszük a gondolatait, Anita egy rendkívül letisztultan gondolkodó csajszi, ő ezt így fogalmazta meg. Beszélgettem ugyanerről a Dénessel is, hogy ő szerinte mi a tehetség. Na, ő már egy picit komplexebben gondolja ezt a témát, valami úgy, mint a Berzsi. Ő szerinte az összes foglalom, amit most itt láthatok, az mind-mind hozzátartozik a tehetséghez. Szerinte az ha az Anitának a fogalmazását veszük, akkor a tehetség az egy vele született adottság, amit nem lehet megtanítani, az van, vagy nincs. A Dénes hozzászorolt még egy csomó olyan dolgot, ami ő szerinte kiteszi a tehetség fogalmát. Szerinte a vele született adottság mellé kell elképesztő kitartás ahhoz, hogy valakiből ez a tehetség ki tudjon bontakozni. Kudarctűrés. Anélkül az embert akármilyen tehetséges, akkor is érik a pályafutással. Most én sportpályafutásról beszélek, de szerintem ez másra is igaz. Akkor is érik pofonok, amiből fel kell állni, és el kell hinni, hogy ez tulajdonképpen be kell, hogy épüljön az én életembe, és menni kell tovább. Alázat. Ennél hadd térjek vissza az Anitához, nem szeretném túl fetisizálni a Görbic Anitát, de én őt tartom, valószínűleg azért is, mert ismerem ennyire, annak a sportolónak, aki az alázatnak a megtestesítője. Az Anita több mint 20 éve van gyakorlatilag a versenysportban, és azon túl, hogy vannak eredményei, mert háromszoros bajnokok ligája győztes, meg volt világ legjobb játékosa, Ő annyi nehézséggel szemben jutott el arra a szintre, hogy még most 34 évesen is azt gondolom, hogy a világ top játékosai közé tartozik neki. Az egyik térdében is, meg a másik térdében is elszakadt a szalag. Most ez egy kézilabdázónál fél év abszolút kihagyás, és utána fél évre rehabilitáció. Most ez egy év egy sportpályafutásban, az nagyon-nagyon sok idő. Na most neki ez kényszer történt meg, szült egy gyereket, az mondjuk másfél év, tehát ez már, hogyha összeadjuk,
akkor egy élsportolónál, akinél ez viszonylag behatárolt az az idő, amíg neki lehetősége van ugye a pályafutásában a maximumot nyújtani, azért elég nagy idő. Anita mindenből felépül. Mindenből mentálisan és fizikailag is fel tudott úgy épülni, hogy minden egyes sérülése a szülése után visszatért a csúcsra. Sokadik virágzását éli, és ezt máshogy, mint egy elképesztő alázattal a nulláról újra kezdte magát fölépíteni, másképp nem lehet megcsinálni. És most, amikor már alig van hátra szerintem néhány év a sportpályafutásából, eljött az az idő, hogy az irányító pozíció, hol ugye irányító, biztos mindenkinek ott van a kép előtte, hogy ő ott van középen, ugye a támadó fal, vagyis onnan osztja a passzokat. És eljött az az idő, amikor már vannak nála gyorsabb lábúak, meg a mai modern kézilabdában vannak olyan képességű játékosok, akiket preferálnak vele szemben, és hát neki, és ő szélsőnek is nagyon jó, kitették a szélre. Most egy iszonyatos ego, elképesztő ego, mint minden irányító egyébként, és az az érdekes, hogy ezzel az egóval félre tudta tenni azt, hogy ő most már nem irányító, hanem csak egy szélső, akinek a labda körülbelül 20%-ban jut annyiszor adat hozzá ki, mint amennyi ez az irányítóhoz jut, és azt mondta, hogy jó, akkor én így fogom megmutatni, hogy én vagyok a világon a legjobb. Ez tavaly volt, amikor az Eto eljutott a bajnokok ligája döntőbe, és az Anita gólyaival megnyerte. Tényleg az Anita háromszoros bajnokok ligája győztes, hogy szélsőként, kvázi kiszorítva, kiszorított pozícióból, de ő akkor is megmutatta, hogy jó, a csapatért azt is megteszem, hogy akkor most ezt a feladatot kaptam, ezt csinálom világszinten azért, hogy megint nyerhessen. Na ezt higgyák alázatnak az én értelmezésemben. És akkor beszéljünk itt akaraterőről, szóval tegyük már ez többször is, álmodatosságról, bátorságról, ezt a Dénes úgy emelte ki, hogy amikor ő egy pszichológussal vizsgáltatta meg a játékosokat, és próbálta kiválasztani, hogy ki legyen az a 13 játékos, aki az olimpiára kiutazzon. Nagyon sok szempont szerint nézte végig, és az egyik ilyen az az volt, hogy a pszichológussal megbeszélték, hogy kik a bátrak. Kik azok, akik egy kiélezett meccs szituációban, amikor mondjuk döntetlenre állunk egy olimpiai döntőben, és oda kerül hozzá egy labda, és már csak két másodperc támadó idő van, akkor elmerje vállalni a lövést. Ezért emelte ő ki a bátorságot. Na, az Anitának ebből is már, szerintem az már a gátlástalanság kategória, az már nem a bátorság, ami neki van. A küzdeni tudás és a szorgalom. Ja, és a stressztűrő képesség, azt szerintem ne hagyjuk. Nagyon fontos. Na de mi van, hogyha ez mind valakiben megvan, elég az, hogy valakiből egy sikeres sportoló legyen. És azt mondta még erre is a Dénes, hogy na ez még mindig csak 40%. És hogy mi minden kell még hozzá. Borzasztóan akarni kell a győzelmet. Hinni kell benne. Megszállottan kell csinálni. Tehát neki van egy ilyen mondása, hogy bármit csinálsz az életben, csináld rendesen. Tedd oda magad, mert anélkül félig berúgni is csak kidobott pénz. Ez egy tőle szerzett aranyköpés. Nagyon nagy faktor a szerencse, azt gondolom. Szerencsének hívhatjuk az is, hogyha valaki mondjuk a sérülésekre érzékeny, sok sérülést ír a karrierje során, megakasztja a sérülés a karrierjében, vagy sem. Szerencse az, hogy hová születik. Én ide születtem Mezőtúrra, lehet, hogyha Győrbe születek, akkor belőlem is lehetett volna NB1-es kézilabdázó, én kézilabdáztam, de annyira alacsony színvonalú volt akkor a kézilabda Mezőtúron, hogy átmentem atletizálni. De ki tudja, hogyha annak idején Győrbe vagy Csornára születek, akkor lehet, hogy én is lehettem volna, hát mondjuk bajnokok még elgőztes nem, de NB1-es kézilabdázó, mert nagyon szeretem. Nagyon fontos a háttér. Tehát itt a szociális helyzetről beszéltünk már, azt gondolom, nekem is már 12 éves fiam, aki vízilabdázik, és biztos vagyok benne az, hogy az én segítésem, meg
amit adok neki azért, hogy ő elmehessen edzésre, hogy fontosnak érezze ő is azt, az egy szülői rengeteg hozzáadott értéket. Tehát ami a legnagyobb betűvel van írva, szerintem az nagyjából a siker kulcsának a fele. Ezt egyébként többen állították, a munka. És majd mindjárt mutatok egyébként erre példákat, hogy alátámasszam. Ha mindez megvan, az összes kisbetűs, még akkor is csak a felénél tartunk, hogyha sikeresek akarunk lenni. Az összes többi, az kőkemény meló. Itt szeretném idézni a Gábort, aki 9 világbajnoki címmel a háta mögött azt mondta, hogy szerintem a sikert a legnagyobb mértékben azt határozza meg, hogy mennyire tudsz brusztolni érte. Iszonyatosan sokat dolgozni. És egy néhány példát hoztam arra, hogy egy-egy sportágban ellenpéldákat, hogy ki az, aki elképesztő géniusszal érte a világsikert, és ki az, akinek nem volt meg a hozzá zsenialitása, mégis ugyanoda eljutott. Ugye Anitáról már nagyon sokat beszéltem, a másik képen nem tudom, hogy mennyire ismeritek föl, egy norvég kézilabdázó, aki hát vagy 8 évig körülbelül az Etóban kézilabdázott, úgy hívják, hogy Heidi Löket. A Heidi, nem tudom, tehát én nekem valahogy ő egy Terminátornak és egy nyúlnak a kereszteződéséből született, gondolom, mert sokszor olyan érzésem volt, hogy nem is emberi az a teljesítmény, amit ő csinál. Tehát azon túl, hogy mondjuk naponta edzettek 6 órát, tehát a reggel meg este volt egy-egy edzés, abban a futóedzés, a kondizás, a labdás edzés. Megkérdeztem, amikor oda költözött Győrbe, hogy akkor milyen messze is van az ő lakóhelyétől, mondták, hogy már 2 kilométer, jó, mert akkor majd ő futva jön, meg megy haza az edzésről. Neki hülyének nézte. Most a Heidi az olyan volt, hogy amikor futóedzés volt, és az elején ugye, amikor építették fel a kondíciókat az egész szezonra, és hosszú távon ugye a monoton hosszú távú futásokkal kezdték, ha egy adott feladatot kaptak, teljesen mindegy, hogy mi volt az, addig a helyi nem hagyta, amíg nem lett a legjobb. Tehát azon belül, az elit gárdán belül, a bajnokok ligája győztes csapaton belül, ő mindig mindenben a legnagyobbat akarta fölemelni, a leggyorsabban akarta megtenni a távot, és addig maradt ott, amíg az neki nem sikerült. Elképesztő. Mutattak egy videót, talán emlékeztek még a Kárl Erikbőnre, aki egy elég, sajnos elég rövid ideig volt a magyar női kézilabda válogatottnak a szövetségi kapitánya, mert utána meghalt. És ő volt akkor a párja, norvég kézilabda edző, és 18 éves korából, a Heidi 18 éves korából mutatott egy videót, a Heidi beálló, ő az, aki ugye ott a falban verekszik a védőkkel, mutatott egy videót, ahol hogy az ott a Heidi. Nem akartuk elhinni. Amit láttunk, az egy ilyen anyamedve volt, aki elképesztő lassúsággal combogott jobbra-balra a sortfalban, és még akkor már láttuk, hogy a Heidi akkor már mondjuk 6-8-10 évvel idősebb volt, hogy a leggyorsabb futó volt, a legerősebb fizikumú, tehát mintha nem is ugyanazt a csajt láttuk volna, egyszerűen elhatároztam, hogy ő lesz a világ legjobb játékosa. 2012-re ő lett a világ legjobb játékosa úgy, hogy 18 éves korában, 10 év alatt, 18 éves korában úgy mozgott, mint egy medve. Az Anita szintén 2005-ben a világ legjobb játékosa címet nyerte el. Tehát azért hoztam fel ezt a két példát így egymás mellett, mert teljesen más fizikai, genetikai adottságokból mind a ketten ugyanoda eljutottak. Bajnokok ligája, többszörös bajnokok ligája győztesek lettek, és világ legjobb játékosai lettek, pedig összesen lehet hasonlítani a genetikai adottságaikat, a tehetségüket. Szerintem nem kell bemutatni a két úszót, ugye Egérről már beszéltünk, aki úgy úszott a vízen 5 évesen, mint egy fadarab. Katinkának is meg volt a tehetség, hogy neki volt egy olyan nagyon nagy szerencséje és szerencsés háttere, hogy a nagypapája úszóedző volt. De azt, hogy a Katinka most, amikor ugye a 3 aranyérmet nyerte,
ő már az 5. olimpiáján volt kint, ezt nem tudom, tudták-e. 4 olimpián a Katinka nem szerzett érmet. És most, amikor hazajött a londoni olimpiáról, akkor kezdett el a férjével, a Tuszappal dolgozni együtt, és olyan mértékű mellett nyomnak bele, hogy egy olimpiai ciklus alatt eljutottak oda, mondjuk Katinkában fiú lett szerintem, mert szóval az alkat, amit most itt látunk rajta, az azért szerintem már nem nőies alkat. De ők is egy abszolút más genetikai és képesség háttérrel jutottak el oda, hogy egy olimpián meg tudtak szerezni több aranyérmet is. Egy újabb példa, nem tudom mennyire is, mert a teniszben annyira nem vagyok járatos, csak a párt annyira nézi a teniszt. A Roger Federer, látható ugye a felső képen, megnézitek a két képet, ami a képek között a különbség, az a különbség a két játékos között. Tehát a Federer, szerintem a Federernek, az anyukájának borzasztó nehéz szülése volt, mert szerintem, mire a teniszütővel a kezébe kitolta azt a gyereket, ő biztos, hogy azzal született teniszütővel a kezébe, olyan laza eleganciával játszik, hogy elképesztő. Nézzétek meg a Nadalt. A Nadal elhatározta, hogy ő egyszer meg fogja verni a Federert, és ő lesz a világ első. És leült az edzőjével, és kidolgozták a módszertant, az edzésmódszert, az edzésmennyiséget, azt az analitikát, hogy hogy lehetne Federert megverni. És most 30 fölött van mind a kettő, egymás között adogatják a világ elsőséget, hol az egyik nyeri meg, hol a másik nyeri meg, amit csak most legutóbb éppen egy hete a Federer nyert, de legutóbb meg kétszer a Nadal, tehát a két teljesen különböző tehetségű, képességű ember képes egymás riválisa lenni, még ilyen magas világszinten is. És akkor még egy példa a vízilabdából, hogy megint hazai vizekre elvezzünk. A háromszoros olimpiai bajnok csapatból hoztam két példát, az egyik a Kásás Tamás, a másik pedig a Benedek Tibi. A Tamás volt az, aki itt az összes fiú közül a legtehetségesebbnek tartottak. Egyrészt alkatában, tehát a Tamás 2 méter, végtelenül vékony, most nem tudom már, hogy 6 éve abbahagyta a vízilabdát, van egy pizzériája, és mindig nagyon vékony, nem tudom, hogy csinálja, tehát így született, és így is fog meghalni. És a Tamásnak nagyon hosszú felső teste van, és olyan hosszú keze, mint egy gibbonnak. Most, hogyha azt elképzeljük, hogyha minden vízilabdás kitapos a vízből katyáig, akkor akinek a felső teste 10 centivel hosszabb, mint a többieké, meg a keze is 10 centivel hosszabb, az pont 20 centi, amellyel magasabbról tudja elvenni a labdát. Ez egy genetikai adottság. Tibinek semmi ilyenje nem volt, 190 centi, ami mondjuk hétköznapi ember viszonylatában talán magas, de se nem volt kiemelkedően tehetséges. Nem voltak meg azok az adottságai, amik a Tamásnak. Mindenképpen 3-szoros olimpiai bajnokok lettek, és aztán a Tibiből lett végül szövetségi kapitány. És hogy miért? Egy utolsó diát átengedek a Tibinek, aki elmondta, hogy miért. Ezt felolvasom nekem, mert lett egy kicsit apró a betű. Sosem volt különösen jó labdaérzékem. Sose fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különlegesen nagyot a labdába, és ma már ennél is kisebbet dobok. Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a vízfekvésem teljesen átlagos. Gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanennyiszer tiltott el az orvos az uszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársaim között, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót. Szépen beszélni talán sosem tudtam. Középiskolai eredményeim közepesek voltak, sose gondoltam, hogy a mondataim hatással lehetnek másokra. A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már a nyakamban is van 2 forc korongsérv, 16 éve csuklószorítóval játszok, képtelen vagyok a kézfejemre támaszkodni. Először 2005-ben voltak problémáim a szívemmel, amik 2009-ben megismétlődtek. Mégis, ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban.
ez az én tehetségem. Úgyhogy én ezt gondoltam zárszónak. Köszönöm.